Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Augusztus 19-e, telihold és egy portál nap egyúttal. Ezen az estén tartok egy telihold és egy portál nap szertartást. E-mailen keresztül jelentkezhetsz erre, ami este 11 órakor indul. Az energiai egyensúly 4000 forint. Hogy miről van szó, erről beszámolok ebben a felvételben. Egy teli hold azt jelenti, hogy a nap és a hold szemben áll. A nap megvilágítja a holdat, a hold kapja ezt a fényt, és látható számunkra. Az indiai asztrológusok mindig úgy mondják, hogy egy teli hold szerencsét hoz, hiszen megvilágítja az életutat, megvilágít bizonyos dolgokat, megvan arra a lehetőség, hogy ezeket tisztázzuk. Az indiai asztrológia szerint, és ez egy nagyon precíz számítás, hiszen figyelembe veszik a precessziont. És ez szerint a számítás szerint a hold a vízöntő jegyében van, a nap meg ezzel szemben az oroszlán jegyében. Itt kell a középút, mérlegelni a dolgokat. Az oroszlán jegye azt jelenteni, hogy mi állunk a középpontban. Szimbolizálja a mi énünket, a mi fellépésünket. A vízöntő jegyem az inkább ilyen csoportos tevékenységekre utal. És ez azt jelenti, hogy kell az egyensúly kapcsolatokat keresni másokkal, segíteni másoknak, de nem szabad elfelejteni a saját életünket, azt, amit mi tervezünk, hogy azt is meg kell valósítani. Az indiai asztrológiánál vannak holdházak. Ez a teli hold a Danista holdházban van. És ez jelent egy új kezdetet, egy új irányt, jelent egy újjászületést, ami szerencsét hoz. Azon kívül jelenti a jó kapcsolatokat másokkal. Viszont vannak feszültségek is. Vénusz bolygó és Jupiter bolygó között van egy ilyen feszültség, ez kihat a szerelmi témákra, ahol igazságtalanságok történtek. Vagy Vénusz bolygó szimbolizálhat bennünket, hölgyeket is, és itt is igazságtalanságokról van szó. A nap feszültségben áll Uránusz bolygóval, ugyanúgy, mint a hold. Szintén feszültség Uránusz bolygóval. Ezek lehetnek olyan események, amire nem számítottunk. És ez kivált változásokat. Viszont a Danista holdház utal arra, hogy akkor is, ha vannak itt problémák, nehézségek, igazságtalanságok, de lesz egy új kezdet, egy újjászületés, és az szerencsét hoz. Mint említettem, ezen a napon, augusztus 19-én portál nap is van, ami azt jelenti, hogy kinyílik egy égi kapu a plejádok felé. Ez egy finom energiamező, ennek van gyógyító hatása, és kinyílik egy kapu a spirituális területre. Hogy mikor van egy ilyen portál nap, ezt a maják számították ki. A forrás az a maja naptár. Erről beszámolok naponta a Facebook oldalamon, Dendera Zuzanna Medici. Ebben a maja naptárban van 20 hullám, vagy rezgés. És egy hullám, vagy egy rezgés mindig 13 napig tart. Ez olyan, mint nálunk a hét. A majáknál
a 13-as szám egy misztikus szám volt, és ők úgy gondolták, hogy ez a szám szerencsét is hoz. Ez a portálnap augusztus 19-én, ez a 12. nap a 20-as hullámban. És augusztus 21-én indul egy új hullám, az első hullám, és akkor lehet már egy új kezdet. De visszatérve erre a 12. napra ebben a 20-as hullámban, az azt jelenti, hogy vannak ötleteink, saját elképzeléseink. Ez megvalósítható, de előnyös az, ha kapcsolatot keresünk másokkal, hiszen ez egy jó segítség lehet. Ez hasonló, mint ez a teli hold energia. A saját énünk, de egy csoport vagy kapcsolat másokkal. És ez előnyös, ez segít számunkra. Ezen a napon, a 12. nap van ebben a 20-as hullámban, a 20-as hullám az utolsó hullám, és 20-án lesz a 13. nap, az utolsó nap, az utolsó hullámban, amikor valamit be tudunk fejezni. És augusztus 21-én indul egy új periódus, az első nap, az első hullámban. A maja naptárban vannak bizonyos szimbólumok is, és ezen a portál napon Kauak uralkodik. És Kauak lefordítva esőt vagy vihart, viharos esőt jelent. Ennek van egy tisztító hatása, hogy rendezünk bizonyos dolgokat, tisztázunk valamit, és ennek megvan most a lehetősége. Összefoglalnám, hogy miről van szó ezen a napon, ezen a szertartáson. Ennek van gyógyító ereje, egy finom energiamező, egy spirituális terület. Fontos az, hogy mi a mi elképzelésünk, mi a mi saját tervünk, ezt meg kell valósítani, de jó az, hogy keresünk kapcsolatokat másokkal, de nem szabad feláldozni magunkat. A napokban valami véget ér, valamit befejezünk, de hamarosan lesz egy új irány, egy új kezdet, mint egy újjászületés, ezt jelenti a danista holdház, és ez jelent nyereményeket, jelent szerencsét, jelent sikereket. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád és jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!